Mozdulni sem lehetett, annyian voltak a Szent László király plébánián, a megnyitón és a visszaemlékezésen. Ez volt az egyik program, amellyel várták az érdeklődőket az alkalomból, hogy a templomot 100 éve szentelték fel. Ezen kívül rajzpályázat és templomtörténeti vetélkedő eredményhirdetés is volt. 100 évért adunk hálát. Ez azt jelenti, hogy 1913. november 25-én szentelte föl ezt a templomot a Csanádi Egyházmegye akkori püspöke, Gladfelder Gyula. Erre emlékezünk, és ennek az eseménynek nyomán most hálát adunk a Jóistennek. Összeállítottunk egy kiadványt a 100 évről, amelyben megpróbáltuk összefoglalni nem csak az eseményeket, hanem a lelki, a mélyebb vonulatokat is, illetve a mai napra pedig meghívtunk két előadót, akik kifejezettebben is beszélnek majd nekünk a 100 évről. Egyrészt Tóth Feri bácsi, aki egyébként újvárosi születésű, tehát ő fog magáról a történetről, a templom 100 éves történelméről beszélni. Utána pedig egy nagyon érdekes kis videóösszeállítást lehet majd látni, ugyanis felkerestünk olyan időseket, akik itt Makón élnek, konkrétan legtöbb Újvároson, és akik még gyerekkorukból emlékeznek bizonyos dolgokra. És nagyon izgalmas dolgokat meséltek el nekünk, úgyhogy ezeket így szépen fölvettük és összevágtuk. Utána pedig Orbán Imre fog nekünk a templomról, az ottani szent ábrázolásokról, tehát szobrokról, képekről beszélni nekünk. Az elmúlt 100 évben többször is kapott kisebb-nagyobb rekonstrukciókat a templom. Jelenleg a tetőt kellene felújítani. A plébániának a História Domusa, tehát az a könyv, amiben az eseményeket rögzítik, az tel is tele van azzal, hogy már megint fel kellett újítani a templomot, és ezen a nyáron is ezt meg ezt kellett csinálni. Úgyhogy úgy tűnik ez a 100 év, ez erről szól. Most is vannak még munkálatok, kilátásban is, meg folyamatban is, de a legfontosabb az lenne, hogy a tető, amely beázik sajnos, az minél hamarabb ki legyen cserélve. Várunk már így jó néhány év óta adományokat, érkeztek is már, amelyeket hálásan köszönünk minden adományozónak, de szükség lenne még. Napjainkban rengeteg programnak, egyesületnek ad otthont a plébánia. Ősszel idősek napi rendezvény volt, itt működik a makói cserkészcsapat, és a motorgós misék keretében megszólítják az ovisokat és szüleiket is. A 100 év az nem csak arról szól, hogy meglássuk, hogy milyen nagy emberek voltak itt, és hogy mik voltak, és miket csináltak, hanem ebből a jelen helyzetből, a jelen realitásából próbálunk lépni a jövő felé, és hát szeretnénk minél inkább kiszélesíteni, hogy a város lakói ne csak azt lássák, hogy ez egy zárt templom, ahova mondjuk csak azok járhatnak, akik voltak már első áldozók, vagy tudják, hogy mi a szentmise. Nem, ide mindenki jöhet, tehát mindenki számára nyitva áll, és ezért próbálunk így széles és színes palettát kínálni.